Kedves Geri, szeretettel köszöntelek, és nagyon-nagyon örülök, hogy el tudtalak kapni így a világ másik, Európa másik végéről, Londonból, mert hogy te ott személyedzősködsz immáron, ha jól emlékszem, 17 éve, 2005-ben mentél ki, igaz? Először is én köszönöm szépen a meghívást, meg a lehetőséget. Körülbelül a tájékán, igen. Tehát 2005-2006 környékén jöttem ki. Tehát mai vendégünk Bagladi Gergő. Gergőt nagyon régóta ismerem, hiszen egyrészt nálunk végeztél az IVI-ben, másrészt igaz, hogy ott nem találkoztunk, de te is a szombathelyi, akkor még talán Berzsenyi Dániel tanárképző főiskolának hívták, és ott voltál testnevelés biológia szakos, hogyha jól Így van, így emlékszem. van. Így van. Aztán összehozott minket a sors még egy 2011-es IVI Elite Trainer találkozón, ami az akkori Light Wellness-be volt Budapesten, és talán ez volt az utolsó alkalom, hogy személyesen találkoztunk. Csalnak az emlékeim, vagy? Mikor voltál kint Londonban ilyen továbbképzésen, az előtte volt, vagy pedig Az az utána 11 volt? előtt volt, igen, az 2011 Akkor előtt. valóban akkor 2011 volt az utolsó. Vagánykodok, hogy én ilyen jó memóriával rendelkezem, pedig egyrészt lehet, másrészt ugyanakkor elolvastam azt a blogbejegyzésemet, amit annó erre az IVI Elite Trainer találkozóra írtam, és ott veled készült egy riport. És ebben a riportban vannak olyan tényadatok és kijelentések részedről, amit most így neked meglepetést okozva néha elő fogok rántani a tarsolyból, hogy vajon most hogy gondolod azt, amit akkor amúgy gondoltál, de ez kicsit később fog következni majd. Kíváncsi vagyok nagyon. Szóval Geri, én követtem a te pályafutásodat, nagyon büszke vagyok rá, hiszen az, hogy az IVI-be végezted, és a személyedzőképzést, és ilyen utat futottál be, ez csak egy dolog, nyilván ez az én személyes büszkeségem, de önmagában is nagyon nagy dolog az, amit te létrehoztál, vagy végrehajtottál, és ami nagyon irigylésre méltó, hogy kinnélsz most már 16 vagy 17 éve Londonban, ezen nem veszünk össze ezen a pár éven, és úgy tudod ezt az életet megélni, hogy közben, hogy én látom a Facebookon, vagy hogy beszélgetünk, egy óriási nagy szabadság élményben van részed. Tehát egy olyan karriert hoztál ki ebből a személyedzésből, ami megengedi neked azt, hogy megéld az álmaid, vágyaid. Egyetlen sztori, ami mai napig ilyen libabőrös borzongást okoz számomra, amikor pár évvel ezelőtt felhívtál, hogy Laci, nincs kedved átevezni az Atlanti-óceánt. Szóval Geri, te tele vagy ilyen extrém ötletekkel, és kérlek, hogy beszélj erről. Engem pánik félelem fogott el, amikor úgy jobban utánolvastam és beleolvastam abba, hogy mi is az az óceán átevezés, ami oké, hogy egy fizikai kihívás, de egy olyan elképesztő mentális próbatétel is, amit kevesen tudnak megcsinálni. Hát 29 nap azt hiszem a leggyorsabb, és ez egy 4800 kilométeres táv egyébként, csak hogy így tudják a nézők is, hogy miről beszélünk. Szóval Geri, hogy vagy te most ezekkel az önmegvalósító álmaiddal? Kicsit ezt most félreraktam, mert most vannak ugye más dolgok is, amik fontosabbak. Itt a tervezés, meg az anyagi problémák, ami ugye nem olyan egyszerű. Mert például ezt az Atlanti-óceáni élvező túrát is, tehát ez belekerülne legalább egy olyan 150 ezer euróba. Tehát ugye mivel már egy-két e-mailt, mi ugye akik ezt szervezik, velük már mi egy-két e-mailt cseréltünk az egyik ismerősömmel. Tehát itt ugye ezt a logisztikát kidolgozni, ami igazából. Hogyha nem ezen múlna, akkor már valószínű túl lennénk nem rajta, de... Jól keresel személyedzőként, de azért még kell egy kicsit spórolni hozzá. Nem, igen. Hogy jött egyáltalán az neked, hogy Londonba kimész személyedzősködni, és mi történt, amikor kiérkeztél? Tehát akkor gyorsan, akkor ugye elkezdem, akkor ugye biológia testnevelés szakon végeztem én is, itt is a Berzsenyi Dánielben. Én most már Nyugat-Magyarországi Egyetem, és akkor utána én a diploma elvégzés után kijöttem csak egy fél évre, mert németből volt nekem nyelvvizsgám, hogy tanuljam az angolt. És akkor csak fél évig voltam, akkor még ez a személyjegyzés előtt. Egy fél évre kijöttem, hogy megismerni Londont, és visszamentem utána a főiskolára, és elkezdtem még egy szakot, a földrajz szakot, és még csináltam a földrajz szakot, akkor nekem volt egy ismerősöm, ugye, most ugye a Horváth Szabolcs,
aki megcsinálta nálatok már az IV-s személyedző tanfolyamot. És akkor ő neki a javaslatára is egy kicsit. Szabolcs oktatónk egyébként. Így van, így van, így van. Az erőlétjegyző, a személyedző így képzésen. Így van, és a Szabolcs javasolt, hogy milyen jó az iskola, és hogy tényleg, hogy ez a jövő igazából, meg hogy kérdezte tőlem is, hogy igazából Londonban erre milyen lehetőség van, és valóban én észrevettem akkor is, hogy már Londonban egy világváros már ez a személyedzés, tehát ugye a fitness termek is ugye tele voltak edzőkkel. Mm-hmm. És elkezdtem én is, beiratkoztam a személyedző tanfolyamatokra, és abban az évben megcsináltam, és igazából amikor végeztem, ugye az nyár előtt lehetett valamikor, és akkor feljött az ötlet, hogy mi lenne, ha kijönnénk Angliába, és megpróbálkozni engem ezzel. És igazából kijöttünk, ugye az eleje az nem volt egyszerű, mivel hát az angol az nem volt olyan szinten még, hogy ezt ugye először egyből meg lehetett volna valósítani, de azt mondom, hogy sikerült egy év után egy személyedzőteremben elhelyezkedni. Tehát először én is ugye csináltuk mi is, amit kellett. Tehát dolgozni az étteremben, a hotelben, tehát éjszakai munkától elkezdve minden. Uh-huh. És mellette ugye tanulni az angolt, először főleg csak igazából a szaknyelvet. De emlékszem, hogy bementünk az összes könyvesboltba, megvettük, amit csak lehetett, könyveket, amivel tudod, a szaknyelv le volt, hogy egy, mit uh-huh. tudom én, mi a fekvenyomás angolul, mi a guggolás, és így tovább. És mellette ugye akkor még nem volt meg ez a IREPS-es kvalifikáció, amit ugye most már ugye kiharcoltál és elismerve megszerezted, és nekünk be kellett igazából az összes papírmunkánkat vinni az itteni londoni ilyen REPS-es központba. Tehát akkor most az, hogy egyrészt tanítjuk a personal trainer IREPS képzésünkön angol szaknyelvet tanítunk, meg az, hogy van egy IREPS, amivel be tudott a helyi UK REPS-be regisztrálni, akkor ez egy hozzád képest, a te állapotodhoz képest ez egy nagy előrelépés. Úgy érzed? Nagyon. Ez megkönnyíti a munkavállalást nagyban. Így van, így van. Igazából ez már egy belépő kárt igazából. Tehát ez egy, így van, ez valóban egy nagyon nagy előrelépés. Geri, de azért azt jól gondolom, hogy te most 90%-ban angolul éled a napjaidat, vagy talán még több. De nem is nagyon szólasz meg magyarul, csak hogyha hazatelefonálsz, igaz? Igen. Aha. Vagy mennyire tartod a kinti magyarokkal a kapcsolatot? Nem igazából, mivel ugye London is meg, tehát, ugye most már én is azért már 40 éves vagyok, és tehát az elején, mikor az ember kijön, akkor ilyen sok fiatal ismerősével, de tehát mint a Szabolcs, ugye kim volt pár éve, ő is hazament, és elég sokan ugye régi ismerőseim is már mind Magyarországon vannak. Hát vannak magyar ismerőseim, de már így nehezebb tartani a kapcsolatot. Főként angolul beszélsz, egy kicsit érzem is a észak-londoni akcentust, jól? Vagy... Ez kelet, inkább kelet. Oké, majdnem eltalál. Nekem ilyen délváci akcentusom van. Egyébként marhára bele lehet így szokni az idegen nyelvbe, és keresni a szavakat. Nem tudom, hogy mondták egyébként már, én nem veszem észre. De... Egy picit érzed. Nekem fordítva volt, amikor USA-ban éltem, akkor nem jutottak eszembe a magyar szavak. Például az, hogy harapófogó, az Istennek nem, mert nem kellett használnom. Igen, és egyébként ne arra, hogy közben én is így vagyok most is, mert én is például, hogyha elég sokat olvasok, és mind angol könyvek, tehát angolul olvasok, és sokszor nem is tudom, hogy mi a magyar megfelelője, mert például elég sok ilyen szakirodalmat is olvasok. Uh-huh. Most legyen ez kvantumfizikától, vagy akármitől, és minden, tehát és sokszor is annyira is beszélek, vagy igazából nem találom a magyar megfelelőjét, tehát néha nekem is föl kell mennem a telefonra, és meg kell néznem a... vagy ez mi is magyarul. Akkor egy év után sikerült elhelyezkedni egy konditerembe, ahol mint először ugye, mint ilyen tehát instruktorként dolgoztam, tehát mint alkalmazott. És akkor utána elkezdtem szépen ugye a klienseket szerezni, tehát ugye ott könnyű volt, mert ez egy ilyen klub volt, és jöttek be. Egyébként a parlamenttel szemben találkoztunk is szerintem egyszer. Ugye a London Eye, tehát elég sokan gondolom ismerik, London meg voltak is. Tehát az a mellett igazából ez egy hotel konditerem volt. És ott kezdtem el dolgozni először, és akkor elkezdtek felszedni a klienseket, és egy idő után
mikor már volt megfelelő mennyiségű kliensem, akkor úgy döntöttem, hogy mint vállalkozóként fogom tovább próbálkozni. És akkor közben megismertem egy másik ilyen teremoktatót, akinek itt Kelet-Londonban most vagyok, ez a Shoreditch környékén volt egy stúdiója, és igazából elkezdtem itt két terem között ingázni, és a klienseimet edzeni mindkét helyen. De első pár év után, ugye, mint egyéni vállalkozóként folytattam, tehát most is az vagyok, de egészen a COVID pandémia idejéig ugye ebben a teremben vittem a klienseimet edzeni, és akkor ugye bejött az a vírus pandémia, és bezárták a konditermet, és akkor ugye áttértem én is erre az online, ugye ez a hibrid edzésre, parkok, internet, és most, hogy már kezdett ugye ez a COVID lezajlani, klienseim igazából boldogok voltak a parkokban. Meg hát illetve legtöbbnek van egy konditerme vagy saját utvar, tehát ahol igazából lehet őket edzeni, és csak maradtunk abban, tehát most igazából nem is megyek nagyon konditermekre. Tehát, Geri, ez mennyire igaz, én ezt valahol olvastam, hogy a nagyon sok személyedző kezdte el kivinni a közterekre, parkokba egy időben, Londonba a klienseit, és hogy a városi önkormányzat meg akarta ezt volt, igen. adóztatni. Volt, igen, volt egy parkokban, de ez most már nincsen. Tehát ez most már volt, tehát igen. Akartak szedni tőletek a királyi parkokban, mert vannak még ugye, úgy hívják, hogy Royal Park, tehát bizonyos, hogy a Green Park, meg a Hyde Park. Ott nem tudom, hogy mi, de oda nem megyek. Tehát én ugye ezen a részen vagyok. Ott nem tudom, hogy lehet még ott működik, de nem hiszem. De volt egy ilyen, egy pár éve, igen, volt egy ilyen időszak, amikor ezt csinálták. És akkor viszed az eszközöket, leteszed, és igen, TRX, meg én nagy hiba vagyok egyébként, amúgy is ez a saját testsúlyos, meg ugye a gyűrű, tehát a gyűrűt is, tehát ezekkel nagyon szépen lehet jó, dolgozni. De akkor itt sok kifogás nincsen, mert azért London elég esős, ködös, rossz idő, hideg idő, nem ritka. Tehát mit csinálsz olyankor, amikor nem kegyes? Nem, tehát esőben is. Tehát meg mindig olyan helyen vagyok, hogy például egyébként itt a parkok Angliában, meg Londonban nagyon szépen karban vannak tart, és mindig van egy ilyen rész, ahol esetleg van egy pedett szakasz, hogy esetleg esik az eső, akkor be tudsz menni. De én, nekem az a véleményem, hogy nagyon fontos egyébként szabadban lenni, mert nem tudom, ugye ismer ez a circadian rhythm, tehát ugye az embernek ugye ez a természetes 24 órás, ami ugye a föld forgásához van beállva, és ugye ez ugye az egész hormonális rendszerünktől elkezdve, ez mind ez van hozzáállva, és a mai világban ez annyira szép van szórva az embereknek, és nem csoda, hogy rengeteg embernek ugye hormonzavarok, emésztési zavarok, alvászavarok, és ugye ez hozzájárul az, hogy rengeteg időt töltünk bent ugye az irodákban. Ugye a mesterséges fényest is, és tehát egyrészt én örülök is egyébként, hogy ez így most így alakult. Mert jó lenni a szabad, tehát fontos a szervezetnek. És egyébként gondolom így üzletileg is profitábilisabb az egész, hogy nem kell véleti díjat fizetni. Nem kell adni a véleti díjat, meg a kliensnek nem kell még érdeket venni az adott teremet, tehát egy magasabb óradíjon is tudsz akár dolgozni velük. Aha. Nem vittem fel az áraimat, de így többet rak, tehát ugyannak a részét, mivel amit mondtam, nem kell véleti díjat fizetni. Aha. Ami kicsit ugye más, az, hogy most többet kell utaznom. Mert tehát ugye találtam a klienseimhez, ugye körülöttem laknak, hogy elmegyek hozzá. Tőlem 20 perce van egy kliens, akit reggel 7 órakor edzek, akkor onnan át kell mennem, kell egy fél óra, még átérek a másik klienshez. Tehát de ez igazából, nem állt tőled távol korábban sem, hogy biciklivel nem, oda? Nem. Meg igazából ezt úgy fogom fel, hogy így legalább nekem megvan a kardió edzésem a hétre. Tehát ezzel nem kell foglalkozni. Igazából ez egy jó dolog. De visszatérünk mindjárt az edzésedre, illetve a te életmódodra, hogy igazából azóta is igazából így ne haragudj, mit prédikálsz és mit iszol. Igen, a COVID alatt ugye kicsit visszaesett, meg elveszettem egy-két kliens, de én itt egyébként a kormány, tehát itt az egyéni vállalkozókat is nagyon becsületesen ellátták, tehát kaptunk támogatást, és így tovább, tehát nem panaszkodom. De most megint kezd, most is héten is volt két új, tehát ugye klienseken keresztül. Én egyébként nem vagyok jó ebben a saját magam hirdetésében, tehát nekem nincs ilyen külön weboldalam meg. Amit jó lenne, csak ilyen téren én nem vagyok jó, tehát ez eléggé a gyengeségem, de a kliensek nagyon jól ellátnak.
tehát minden, tehát rengeteg... Szájról szájra száll a híred. Igen. Én eléggé, ilyen, eléggé, hogyha lehet így mondani, angolosan old school vagyok ilyen téren. Aha. És, de nekem beválik. Ezt megengedheted magadnak akkor ezek szerint, hogy, hogy erre ne fordíts túl sok időt, és ez valahol szerencse is, mert valahol meg sokan ebbe vesznek el, hogy hogyan... Igen. Hogyan én egyébként próbálom egy technikailag, nagyon fontos a technika, mert haladni kell. De például itthon nekem nincs wifi-m, nincsen tévém, most is ugye mobil datáról használom. Uh-huh. Így próbálom magamat egy kicsit, mert véleményem szerint annyira túl vagyunk stimulálva a mai világban, hogy nehéz, nehéz igazából szűrni a dolgokat. Tehát inkább távol tartod magadtól ezeket a... Próbálom leblokkolni, amit lehet, és igazából csak ugye minimalizálni. A hatásokat. Uh-huh. Hogy néz ki egy napod? Meséld el, légy szíves. Hát reggel ugye korán kelés, ugye ma annak általában tehát ilyen 7 óra körül edzéseket. Reggelizni nem szoktam, ugye én is csinálom ezt a nem is tudom, ez a time restricted eating, tehát ez a poplalás, ez a fél kop, nem is tudom, mi magyarul. Igen. Tudod, miről van, ez 16-8. Igen, igen. Tehát reggelizni nem szoktam, reggel felkelek, akkor általában hideg víz, mert csinálom ezt a hidegvizes zuhanyt is, ugye, mert nem iszok kávét, tehát akkor hideg vízbe, tudom, egy 2 percig lefürdök, felöltözök, és megyek dolgozni, biciklire ugrok, akkor letartom a reggeli óráimat, általában 2-3, akkor hazajövök, akkor megcsinálom a légzőgyakorlatomat, általában szoktam egy ilyen fél órát, csak így ugye különféle légzőgyakorlatokat, meg egy 10 percet meditálni, olyan dél 1 óra körül szoktam enni, és akkor megeszem a ebédemet, akkor utána kicsit pihenek, és akkor megyek tovább. Milyen típusú étkezés ez? Ugye az előbb beszéltünk arról, hogy ezt a magyarul szakaszos bőtöt folytatod. Igen, csinálom. Ami a legfontosabb, úgy vélem azt, hogy whole foods, tehát ne együnk. Ez a teljes értékű étrend. Ez a pakolt dolgokat, ami előre becsomagolt, abszolút nem. Uh-huh. Tehát amit én nem eszek abszolút, az nem eszek ilyen semmiféle ilyen gluten dolgot, tehát nem eszek tésztát, nem eszek kenyeret, semmi ilyesmi. Uh-huh. Tehát eszek húst, tehát rengeteg halat eszek, meg rengeteg zöldséget, meg dióféléket. A fizikai aktivitásod egyrészt az ide-oda száguldozás biciklivel Londonon belül, igen, ez kardió rész megvan. Igen. Mi más csinálsz még a fizikai aktivitásban? Most így az étkezésről beszéltünk már, illetve a body and mind kapcsolatról. Mi az edzéseid lényege? Tehát én szeretek tanulni. Tehát ugye, amit sporttéren, nekem kosárlabda volt az, amit főiskolán, a csapatban, meg amit komolyabban csináltam, de judóztam is korábban, mert ugye mindenki, én is fociztam. De most, amióta kint vagyok Londonban, ráálltam a vízisportokra, tehát nagyon szeretek szörfözni venni, meg kitesurfözni, meg nekiálltam pár éve kapuérát tanulni. Aki megnézi a Facebook profilodat, lát egy-két érdekes videót. Ebből nekem nagyon tetszett az, amikor csinálsz 50 dekázást, utána fölrúgod a labdát, igen, igen, a tarkodra, lemész fekvő támaszozni. Aztán különféle ilyen szaltók sem állnak, igen, tőled távol. Egyensúly gyakorlatok. Arra nagyon emlékszem, hogy te fönn a fitball labdán állva csináltad a szakítás gyakorlatod, igen, még jó, 60 kilóval. Igen, az még elég buta dolog, de nem mondom, de jó, hát fiatalság, bolondság, ma már nem csinálod, de úgy 30 évesen még. De most is egyébként meg tudom csinálni, tehát nincsen vele probléma, de igen, tehát úgy gondolom, hogy tehát mozgástéren is ugye, mert hogyha belegondolsz, egyébként ezért szerencsés, én ezért mondom, amit mi csinálom, meg ugye hála nektek, ugye ezt a személyedzést ugye meg tudtam ismerni, tehát a világ legjobb munkája, tehát még most is úgy vélem, mert hogyha belegondolsz, hogyha valaki egészségesen meg hosszan akar élni, tehát az agynak a legnagyobb része ugye ez mozgással van lekötve. Tehát, hogy állsz, mitől vagy motivált, hogyan tudsz előre haladni ebben a 17 éve tartó folyamatban? Nekem a meditáció segített sokat. Pár éve elkezdtem ugye minden napi szinten meditálni, és akkor változott meg, mert ugye
Ezért egyébként ezt nagyon ajánlom mindenkinek, és ez egyébként elég szomorú, hogy ez iskolába kellene tanítani az ilyen dolgokat. Tehát itt most így beszéltem, hogy a légzésről, a meditálásról is. A visszatérés ez volt, ez segített abban, hogy volt egy ilyen, hogy 24 óra, tehát próbálok úgy élni, hogy a nap, tehát nap nekem a, hogy mondják ezt, az egység. Tehát felkelek, és csak nem próbálok előbbre gondolni nagyon, persze mindenki tervezi, mint mi is, hogy ezért alakult ki nekünk a prefrontal cortex, tehát próbálok úgy, hogy a napot venni, és próbálom kihozni a napból, amit csak tudok. Tehát nekem is, hogy fáradt vagyok reggel, de fölkelek, és ezért vagyok hív ezeknek a rutinoknak. Ramint elkezded ezeket a rutinokat, mint szokás, kialakulnak. Ez a legjobb önszeretet igazából, mert ezeknek a szokásoknak a 95% igazából a hosszú távú jólétre fogja szolgálni. És amint kialakítasz egy struktúrát, hogy oké, megcsináltam ezt, megettem az egészséges, pihentem, meditáltam, innentől kezdve jobban fogod magad érezni. És ha jobban érzed magad, mert meditáltál, nem fogsz kiégni. Akkor úgy tekintesz a kliensedről is, amit mondtam, mint nem mint munka, hanem mint találkozok a barátommal, beszélgetek vele egyet. Illetve a másik dolog, hogy próbálok, ami megint persze szerencsés vagyok, legalább egy olyan 2,5 havonta utazni, kicsit kimozdulni. Tehát az, hogy ez ugyan, mint tudod, edzésnél is kell az, hogy csinálok egyfajta mozgást, akkor 2-3 hetette csináljuk egy kis cross tréninget, hogy ne legyen az, hogy a szerzet ugye kiégjen. Tehát próbálok ezért utazni is, meg kicsit kiszabadulni. London nekem azért volt jó, mert tehát az angol miatt, meg egy világváros, és amikor kijöttem, akkor egyszerű volt kijönni. Innét könnyű utazni. Nagyon-nagyon könnyű utazni. Nekem az volt nagyon vonzó. Egyébként nagyon inspiráló volt, még emlékszem a szemétű tanfolyamra, mert még egyébként még nem is emlékszel rá, de te ott tartottál egy előadást. És ugye elbeszélted a ciprusi, az amerikai, és egyébként az nagyon inspiráló volt, mert ez még a London előtt, ugye egyértelműen a London előtti volt. Aha. Akkor abban az időszakban egyébként ez nem sokkal ugye ritkább volt, mint mai világban, hogy az emberek ugye külföldön. Mivel még sokkal közelebb voltunk a rendszerváltáshoz, és ugye még nem volt meg bennünk. Tehát egyrészt ugye, mert olyan szülői környezetben is nőttünk fel, ami nem ez a sokkal bezárkozottabbak voltak az emberek. Tehát a mai világban most már látja az ember jobban, hogy a fiatalok utaznak, mennek. De abban az időszakban, amikor ez a 2000 évek, tehát több mint 20 éve, akkor ugye ez még nagyon-nagyon inspiráló volt, tehát ugye, te is, amikor ugye egy előadást erről tartottál a személyed. Na, lehet, újra kéne kezdenem a motivációs. Nem, tehát ez nagyon, egy nagyon egy, tehát az emberbe így beleadta azt a gázpedál. Nézd, lehet, hogy te is most megnézik páran ezt a videót, és te is így ilyen inspirációt fogsz adni az embereknek. Erről beszéljünk egy kicsit akkor, jó, hogyha valaki nézi ezt a videót, és arra kíváncsi, hogy személyedzőként megéri-e külföldön élni, akkor nyilván vannak a challenge-ek, tehát a nyelvi nehézségek, meg hogy idegen kultúra, be kell illeszkedni, de vegyünk egy olyan dolgot, ami azért mindenkit nagyon motivál. Anyagilag ez megéri? Anyagilag egy jó választás, hogy kimegyek edzősködni? Igen. Én úgy gondolom, hogy igen. De ez személytől függő. Tehát itt a határ a végleges is, mert hogyha eljutsz egy olyan szintre, hogy ugye már van egy saját kliensről, akkor te mondod meg, hogy mennyit kérsz, tehát igazából te határolod be a limitet. Mostani magyarországi személyedzőknek mit javasolnál? Milyen jó tanáccsal látnád el őket a sikeres személyedzőség szempontjából? Mi az a három legfontosabb összetevő, ami a te pályádon is sokat nyomott alatba? Nyitott szemmel járjanak, élvezzék, amit az, hogy élvezni, az egy nagyon fontos dolog, és kitartás. Geri, mi lesz a következő úti célod? Hova? Nem úgy fogalmaztam meg, hát elnézést. Most megyek egyébként Egyiptomba egy hét múlva. Egyiptomba? Ez egy ilyen kite-törkös. Kite-törkös. Egy hétig a hajón vagyunk, és akkor igazából csak kite, és akkor ilyen összeállunk a hajóra. És akkor ilyen van a klienseiddel, kibírják nélküled, vagy táv? Nem, egyébként az lesz, hogy általában úgy szoktunk. Távedzést tartoztak. Jobban, ugye szél reggel, meg általában. Tehát ott is fog tudni egy-két
online edzést tartani majd a hajom bizonyosan. Na, ez az igazi szabadság, a személyi edzők igazi szabadsága, szörfözés Egyiptomba, és közben hajóról online edzést tartasz. Hát legyen ez a végszó, mert ezzel azt gondolom, hogy tudod, megfelelően alá tudod támasztani azt, hogy miért érdemes személyi edzőnek lenni, ráadásul ott, ahol te londoni székhelyel, azt hiszem, hogy ez egy nagyszerű választás volt. Geri, tartsuk a kapcsolatot, remélem, hogy eszedbe jutok még sűrűbben, és elhívsz követem átevezésekre, abban nem fogok elmenni, ígérem, de nyugodtan hívjál. Rendben, oké, én köszönöm szépen, akkor majd beszélünk.